Hello, jó reggelt! Hát ma van 9-e. Sok apró sák hiányzik még az autóbuszhoz. Most a farosról beszélek, legfőképpen, ami miatt mindig egy picit megáll a dolog. Ezt úgy toleráljuk, hogy mindig belefogunk másikba, hogy az embereknek a kapacitása, az emberek folyamatosan dolgozzanak. Ha nem tudunk egy projekten 100%-ba pörögni, akkor inkább csak akkor egy dolgozó rajta, mi tud mindig folyamatosan csinálni, az akkor más is halad, mert sok minden el vagyunk maradva, és ezt igyekszünk csinálni. A farosról még hiányzik a szélvédőgumi, a hátsó, az, ha minden igaz, gyártásban lesz. A hűtőnek a felfogatása is lassan elkészül, és akkor az is beáll. Sok apró részlet még vár egymás után magára, tehát az úgy képzeljétek el, hogy ha felrakok valamit, és akkor tudom a többit építeni utána össze. És amikor egy apróság áll, egy dolog apró miatt áll, addig nem tudunk tovább menni ezzel a dologgal. Tehát, hogyha egy befejeződik, akkor már összeépül a hátulja is. Ez egy ilyen nehézkes, már kicsit fárasztó, de hát igyekszünk ebben a dologgal már lépést tartani. Hátsó ablak mögé kell, vezetőülés mögé kell még a plexi, belül a háló, a belső lámpáknak a kapcsolóit kell beletenni. Most akkor is már lesz, jó? Helyes tájra. Vigyere? Majd letakarjuk. Helyes tájra. Mit akarsz letakarni? A kerékajat. Minden, nem szállal. Hello, igen, tehát ez, mint látjátok, le van alvázvédőzve, kapott alvázvédelmet, ezen kívül kap egy ilyen viaszos bevonatot, amiről már nem egyszer meséltem, és ez végeztével megy fel a kerek, mind a négy, hátra, hátul négy kerék, elő kettő kerék megy rá, és ezt már nem is szedjük le, ez már készen van, hátulját lebakoljuk, kipufogó csövet a fiúk megcsinálták, nagyon szép lett egyébként, arról is mindjárt majd mutatok videót. Aki ebben hibát talál, az szóval értitek. Tehát ennyi, utána pedig az elejét bakoljuk fel, az első kerekek jönnek le róla, készen van az alja, utána még persze fel lesz emelve, ahol még kell. Ki lesz javítva, többször átnézünk, mindig találunk rajta valamit. A cső, ami a kályhához megy, itt van egyébként, ez a, ebben látni, hogy az örökké valóságba készül, ez a cső, látjátok, látjátok az alagút végét, ennek a csőnek, ez megy a kályhára rá, még sok kis egy-kép apróság van híja, kis asztal nyomógombja is elkészül, ez is a helyén van, még ezt kell felrakni, beletek próbálva, hadrafogható. Tehát ez a kis lámpa is egy, tulajdonképpen egy másolat. Ez egy utángyártott, mint az autóbuszon sok minden. Na hát ez egy ilyen történet. Hát most zil, sárvédő fényezés van,
homokszórva, epoxi, füllel, pecsiszolva, szamárvezető, kiszikázva, az élek. Úgyhogy most megnézzük, hogy megy szélrefújásra. Tehát szemcseszórás, leszedni, szemcseszórás, akkor epoxi, egyengetni még közben, kalapálgatni, éleket reszelni, csiszolgatni, akkor tömítőmassza, még akkor még egy sor rá. Bekapja a kamerát. Hát, ma van 10-e, tehát itt is egy kicsit itt a létszám lecsapódott. Van egy pár kollégánk, akik nem tudtak jönni, betegek, de mindig van mit csinálni egy ilyen telephelyen. Éppen a ciklont Gabi támasztja fel újra, akkor Jani a zilt tisztítja, homokolja. Majd el is mutatok képet, hogy milyen szépen lefestette a sárvédőket.
a folyamatában csináljuk. Én a Farosban vagyok benne, hogy az haladjon. Hátul csináltuk az üregvédelmet, amiről csináltunk a filmet. Most az első sárvédőgumi, üregvédelem, ezek a apró dolgok vannak, valamit csinálni. És már gondolkozunk azon, hogy az MIN, a postabuszt is fogjuk folytatni. Ülésvázakat veszünk elő, azokat kell kijavítani, üléseket pedig rakni összefelé, amit Szabó Misi barátunk épített újjá. Nagyon szépen megcsinálta, nagyon ügyeskedő srác, mondjuk a csaja se csúnya egyébként, tehát megér egy ajtócsapkodást. És hát most egy kicsit úgy nincs ez a happy kedvem, tehát így most sokat nem is tudok mondani. Most egy kicsit kevesebb lesz a film talán, de nyomjuk, csináljuk. Mivel kevesebben vannak itt, egy kicsit ez a dolog, ez kritikussá vált itt mi részünkről is, itt a fennmaradásra egyébként, mert tehát nincs annyi betermelve, annyi, hogy egyáltalán a nullát el tudjuk érni. Tehát ez egy kicsit, ez engem jobban aggaszt. Húzatok nektek egy Volvo Laplandert, nagyon lelkes fiatal emberé ez a jármű. Egyébként üdvözlöm, ezt érdemes egy kicsit így körbe suhanni rajta. Tervezünk erről is egyébként videót. Ezért látszik ez a dolog, hogy egy igényes járműről beszélünk. Itt nagyon ritka darab. Felelhetők rá rajta az Icarus jegyek, műszerek. Hát erről majd ő fog tudni majd mesélni, hogyha elkészül. Egyébként fékeket kell ezen rendbe tenni, mert nincs rajta, nem működik. Ő ennek a rendezvénynek a támogatója is volt valamilyen szinten, úgyhogy köszönöm szépen neki. Egy bekacsintást nézünk ebben a műszerekbe, hogy lássátok, hogy miről beszélünk. Egy kis beláthatóságot Icarus kapcsolókkal és műszerekkel. És érdekes, hogy a szélvédő ki van fúrva az ablaktörlőnek. Egyébként ez egy 12 voltos ablaktörlő motor, hasonló egyébként a Csepel 344-eséhez is. De hát a régi időkben mindezek univerzálisak voltak egyébként. Offroad fesztiválon is volt 2014-ben, ennek már 6 éve, hogy elmúlt. De ez a Volvo felirat nagyon igényesen meg van csinálva. Nagyon szép. Itt vannak az élnek a cuccai, amik mennek a homokolásra, a tisztításra. Csináljuk a barátunknak. Igen, el vagyunk vele ebben egyébként maradva. Próbáljuk ezt a dolgot felpörgetni. Igen, ez szép sárvédőt tudok be nektek, ami már elkészült, be lett festve, meg is van száradva. Azért haladnak szépen a projektek. Igen, van. Jó, hogy itt vagy. Nem mondok csúnyát. Közte rozsdás. Viszont fel van heggesztve rá, de minden egyes lyukba. Hát, ki kell homokolni, hogy tudjuk, az kész, ez legfeljebb tömítő. Köszörüljem le, megerülök. Nem kell. Megpróbálhatom. Ja, értem. Figyelj, kihintett homokkal, utána meg belocsoljuk epoxival. De olyan oldották meg, hát fel lehet, hogy csavarozni. Vagy ide oldalra egy kis lemez, tudod, azt akkor két oldalra, de ez így annyira tré, hogy szörnyű. Hát, taposták, hát ez nem gond, nem kell fogni. Jó, csak félek, folyni fog kifele belőle a rozsda. Hát majd figyelj, így is megfújod, megszárad, lefolyik, utána a másik oldalt megfolyik. A tetején úgyis teszünk rá majd valami ponyvát vagy dekorációt. Meg úgyis azt fog, figyelj, teszünk rá egy ilyen csomagot, egy málha csomagot, és akkor erre csináltatunk egy ponyvát, azt akkor az le lesz kötve. Annyit tudok, hogy ez kifugázza. Hát... Nem oldalt is, meg belül is. Tehát itt közte, mindenütt. Figyelj, kihomokoljuk, teszünk rá valami málhatútort, meg egy ponyvával úgy lekötjük, hogy az egészet letakarjuk, azt akkor nem fogja érni az időt.
És akkor jól is fog kinézni egy ilyen dekorációval. Eltett. Ráteszünk, mit tudom én, egy 2 kilós kenyeret még mellé, egy kolbász. De csak, meg ezt mit kell egyenesen, mert valahogy.